ahogy ígértem nektek, azt is megmutatom, amikor kezdenek jóra fordulni a dolgok. Korábban jártunk ennél a tetőnél, és igazából hánytuk magunkra a keresztet, hogy mit látunk itt, és már majdnem csak ördögűzőhöz kellett fordulni, hiszen elképesztő dolgokat láthattunk, és tulajdonképpen ami most itt látszik az, hogy beleállt egy csapat, aki elkezdte szétbontogatni a korábbi dolgokat, és hosszas méricskélések után elkezdték az ereszt kiépíteni. Mivel itt egy kötött léctávolságú cserépről beszélünk, így elég komoly előkészületeket igényelt a dolog, és gyakorlatilag kiszerkesztették itt ezt az új ereszvonalat, aminek az lesz a lényege, hogy ha innen megindulnak a cserepezéssel, és elkezdenek fölfele menni, ide a manzárd irányába, akkor egész cserépre fog kijönni a méret, és úgy kiosztogatták, hogy kijöjjenek a sikok, és egy határozott, esztétikus ereszvonal is kialakuljon. Itt egy ritkított deszkázat látható, azon majd fémlemez borítás lesz, és itt a szarufa végeket, amik itt csüngenek a korábbi időből, azt szépen meghosszabbították ilyen pallódarabokkal, és ezeket a pallódarabokat, amiket itt láttok, ezeket a pallódarabokat szerkezetépítő csavarral ide rögzítették. És ami furcsa, vagy ami nem megszokott dolog, hogy ide került egy ilyen kis ütközőfa, és erre az ütközőfára fölkerülnek XPS anyagok, ide meg van támasztva, így, és ezzel elérjük azt, hogy itt a szarufa megmagasodik, erre pedig rá fog jönni egy deszka, az az előbb itt volt, visszarakom ide. Megfelelő szélességű deszka rá fog ide kerülni, és ez lesz majd ide csavarozva megfelelő csavarokkal, szerkezetépítő csavarral, és így már lesz egy szükséges befújási, hőszigetelési magasság a tetőben, és ugye ezáltal hőhidmentesítjük is ezt a rétegrendet. Úgyhogy hát ez itt az új koncepció, és megkértek, hogy jöjjek ki, és nézzek rá, hogy hova jutottak el. Innen folytatják tovább, és természetesen itt, ahol a közegyapotos szigetelés félbe maradt, itt is fogják ezt fölfele folytatni, és ez a falszakasz is beszigetelésre kerül, úgyhogy hőhidmentes lesz az épület, és itt már azt látjuk, hogy ebben a kivitelezési fázisban itt modellezte a kollega, hogy hogyan lesz beépítve a párazáró fólia, hogy a belső rétegrend az megfelelően párazárt legyen. Úgyhogy lesz ezzel itt még küzdelem, de most már legalább megindult a folyamat. Aztán majd megnézzük ott fönn a tetőt, hogy hogyan néz ki ez bontás közben. Majd amit meg fogok még kérni, hogy itt a hőszigetelésnél, itt úgy látom, hogy korábban eléggé nem korrekt munkát végeztek, hogy ezt itt ki kell majd tölteni, hogy a húzathatást fékezzük a hőszigetelés mögött, mert ez sem perempont ragasztással készült. De hát nyilván ekkora felületről a kőzetgyapotot nem lehet lebontani, mert az anyagi csőd lenne, hát itt javítjuk, ahogy lehet. Ezeket a fákat megint megkezelték, hogy ne legyenek kezelés nélkül. Hát többet ér a semminél, az biztos. A beteg fákat kiszedik, kivágják, és úgy folytatjuk tovább a munkát. No, hát akkor itt látjuk azt, hogy mi volt itt korábban. Egy vagyontérő profi fóliát bontanak most le, és megy a kukába. Egyébként ez egy kiváló fólia lenne, a tulajdonos megvásárolta a szegtömítő szalagot is, azonban mindez hiába, mert olyan szakszerűtlenül építették be, hát korábban talán emlékeztek itt erre a tető szegélyre. Itt vannak a léceknek a nyomai, amivel próbálták ezt az oromszegélyt megállítani, ezt szánták egy csomópontnak. Hát fájdalmas még nézni is.
itt, ahol ez a síkváltás megtörtént. Úgyhogy vérzik az ember szíve, amikor ilyen anyagok mennek a kukába, de a tulajdonos inkább megcsinálja most normálisan, akár többlet pénzt is ráadozva, mert a következő időkben már nem szeretné, hogyha ezzel foglalkozni kellene. De én azt gondolom, hogy ez itt emberöltőket ki fog szolgálni, hogyha most ez így normálisan elkészül. Majd vissza fogunk térni erre a manzárt szintváltásra is, hogy ez hogyan készül el, ugyanis itt egy beszellőzést fognak itt a kollégák kialakítani majd. Ez itt most az elrettentő példa lesz, és utána igyekszem majd megmutatni, hogy Andrisék ezt hogyan és milyen szépen meg fogják csinálni, de azt hiszem, hogy talán a non plus ultra az, amikor egy lemezbe csavaroznak egy facsavarral, méghozzá ilyen módon, hogy egy ilyen kb. 6 cm-es csavarral direktbe átcsavarozza a lemezt. Hagytak itt még tartalékot is, utána a téglába próbálta belecsavarozni a lemezt, hát ez a non plus ultra. Szóval így néz ki ez a deszkázat, amit itt az imént felraktak a srácok, míg én a tetőn bókláztam, de ha már itt a lehetőség, akkor bemutatjuk nektek, hogy ki az, aki erre a feladatra vállalkozott. Kit Sziasztok. Mutathatok be? Zakariás András, ácsmester tetőfedő, vádogos vagyok. Fogjuk remélhetőleg teljes mértékében helyreállítani azt a csúszságot, amit itt az elődeink elkövettek, és kitűkolták minden három szakmánkat. Ugye elég régóta tart már ez a történet, mert itt egy komoly felmérés, ajánlatadás és egyebek voltak. Tulajdonképpen miért vágtatok ebbe bele? Ennyire nincs munkátok? Igen. Hát, először is az elhivatottság, másodszor is meg felkértek rá. Harmadszor is meg bődületes hibák voltak. Mint ahogy te is ismered a történetet, azért a megrendelő ott már kötél irányába is elindult. Igen. És szerettük volna meg akadályozni és meghazudtolni azt az általános tévhitet, hogy a kivitelezők mindegyik Kroger és Kókány. Nem igaz, meg lehet ezt rendesen is csinálni. Sajnos a megrendelőnek ez jelen esetben nagyon sok plusz költségében van, és ez nagyon fájdalmas dolog. Én nekem nagyon sok hasonszörű munkám van, én ezt szeretem csinálni. Szereted a kihívásokat? Abszolút, valaki a toronyból kiugrik, kötéllel, ti meg... Én meg megácsolom. Te meg megácsolod. Aha, jó, szuper. Nagyon jó, hát hála Istennek, viszonylag elfogadható az idő is, tehát nem fagytok talán ide. Igen, csodás. És most már én is egy kicsit megnyugodtam, mert látszik, hogy itt kezd kialakulni valami. Úgyhogy igazából akkor csak várjuk a folytatást. Igyekszünk, köszönjük szépen. Kérésem az az lenne, hogy egyrészt szóljatok, hogyha így halad, és akkor jövök filmezni. Mert végre-végre lesz egy olyan, hogy volt egy nagyon rossz tető, ami elindul egy jó irányba. Azt azért most le kell szögezni, hogy biztos lesznek kompromisszumok. Ezt igyekszünk... Már most alakul. Igen. De igyekszünk a lehető legtöbbet és a legjobbat kihozni. Abszolút. Ezt én látom rajtatok, hogy igyekeztek mindent elkövetni. És ha közben fotóztok, akkor majd azokat is be tudom vágni a filmbe, elég, és akkor meg tudjuk mutatni a nézőknek, hogy hát hogyan kellene kinéznie, vagy körülbelül hogyan kéne kinézni. És jó, aztán nyilván, jó. Majd ha lesz olyan tető, ami nulláról indul és jól indul, akkor aztán azt meg különösen megmutatjuk majd. Jó. Na, úgyhogy köszönöm szépen, András, én hogy... Én is köszönöm szépen, hogy itt vagy. Idejöhettünk, és megmutatjuk a nézőknek, és akkor folyt köv. Így legyen. Köszönöm munkát. Szépen. Neked is. Szép napot. Sziasztok. Isten áld a tisztes ipart. Isten áld a tisztes ipart. Sziasztok. Sziasztok.